Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Új eszköz a lánglovagoknak. Péntek délután bemutatták a gyulai tűzoltóság új emelőkosaras magasból mentő járművét. Ki mit tud is lesz? Májusban Gyulán rendezik meg a sérült fiatalok megyei találkozóját. Tárlat megnyitó és filmbemutató. A Színszimfóniák mestere címmel nyílt kiállítás a Gyulai Várszínház Kamara Galériájában. Gyulai fényképek és erekjék. Tárlat megnyitóval kezdődött a tavaszi művészeti napok a Fővárosi Önkormányzat idősek otthonában. Péntek délután bemutatták a gyulai tűzoltóság új emelőkosaras magasból mentő járművét. Az eszközre régóta nagy szükség volt, hiszen korábban a 10. emeletig nem értek fel a helyi lánglovagok. Ez a nap híre. Így emelkedik a magasba az a Renault típusú 420 lóerős 12.000 köbcentiméteres magasból mentőszer, amely a közel 40 éves elődjét váltotta le a gyulai tűzoltó parancsnokságon. A járművet egy gyakorlat keretében mutatták be a vár előtt, amely jól érzékeltette a mentőberendezés tudását. A szimuláció szerint egy sérültet kellett lehozni a magasból, aki gerincsérülést szenvedett, ebben a tűzoltóknak a mentősök is segítettek. Ezzel a magasból mentővel a megyében 3 ilyen áll rendelkezésre, a Békés Csabai és az Orosházi mellett most már Gyulán is. Fontos, hogy az előző ilyen magasból mentő a 10 emeleteseknek nem érte el a tetejét, ez a gép azonban már 42 méterre tudja felemelni a mentőkosarat, így egy 14 emeletes ház magasságáig lehet vele tüzet oltani, személyeket menteni, vagy egyéb műszaki beavatkozást végezni. Ez egy számítógép vezérelt jármű, hát most egy kicsit nagy a szél, ugye a szélsebessége az mindig befolyásolja ennek a szernek a működését, de egyébként 1 perc 40 másodperc alatt képes a nulla magasságról a maximális emelésén 42 méteres magasságot elérni. Ez egy Renault alvázra szerelt felépítmény, amellett, hogy automatikusan tud, tehát liftszerűen tud mentést végrehajtani már előre bejárt útról. Ha nagyon nagy szükség lenne rá, a mentendő személyek a létrán is, a teleszkópgém mellett szerelt létrán is le tudnak jönni, de ez már csak végszükség esetben alkalmazzuk. Az új mentőberendezésért komoly összefogásra volt szükség. Egy ilyen jármű újjára ugyanis 250 millió forint. Ez az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól érkezett Gyulára többek közreműködésével, hiszen ez nem csak a helyi, hanem valamennyi térségben élő ember biztonságát szolgálja. Nagyon fontos volt, hogy minden olyan eszközzel rendelkezzen a gyulai tűzoltóság, ami az itt élő emberek biztonságának a garantálásához szükséges. Ilyen a magasból mentő szer, amiből az előzőt le kellett selejtezni, ezért kiemelt fontosságú volt, hogy újat kaphasson a gyulai tűzoltó parancsnokság. Köszönet illeti Tóth Tibor ezredes urat és Zanóczi István parancsnok urat, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy ez Gyulára kerüljön, és természetesen, amikor jelezték, akkor mi is országgyűlési képviselőnkkel, dr. Kovács Józseffel beszálltunk a munkába, és mi is mindent elkövettünk annak érdekében, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság Gyulára helyezze ezt a magasból mentőszert. A gyulai tűzoltóság munkatársai nagy örömmel fogadták a magasból mentőt, hiszen nagyban megkönnyíti a mentési munkát, és most már olyan helyeken is gyorsan be tudnak avatkozni, ahol eddig nem mindig volt lehetőség. Nagyon nagy hiányt pótolt ez a mentés szempontjából, a mentés frontján ez a jármű, hiszen egy olyan városban lakunk, ahol számos középmagas épület van, a kórház épülete, szállodák, rengeteg apartmanház, mind-mind egy olyan veszélyforrás jelentenek és teremtenek meg a puszta létükkel, ami embermentést feltételez, és nekünk tűzoltóknak ehhez meg kell, hogy feleljünk. Ezt a hiányt és ezt a fajta tevékenységet teszi ez lehetővé, és a hiány pótlását teszi lehetővé ez a jármű. A gyakorlaton a járműre szerelt vízágyút is bemutatták, ami közel 2300 liter per perc sebességgel tud oltani. A magasból mentőt néhány nappal ezelőtt helyezték üzembe, az első éles beavatkozása már megtörtént, a Budrió lakótelepen egy harmadik emeleti tűzesetnél vizsgázott kiválóra. Májusban Gyulán rendezik meg a sérült fiatalok megyei találkozóját. A péntek délelőtti sajtótájékoztatón kiderült, a sportbemutatók mellett ki mit tud, agility és koncert várja az érintetteket és az érdeklődőket. Különleges esemény szervezésébe kezdett több civil szervezet a helyi önkormányzat támogatásával Gyulán. Tavasszal a fürdőváros ad otthont a sérült fiatalok megyei találkozójának. A péntek délelőtti sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester emelte ki, ebben a ciklusban kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékkal élők. A májusi találkozóval több fontos célkitűzést is megvalósíthatnak. Erősíti a társadalmi elfogadást és befogadást, és ennek érdekében szükséges olyan rendezvények szervezése, ahol mind a fogyatékkal élők, mind pedig
az egészséges emberek egymással tudnak találkozni, és közös programokon vesznek részt. Ennek érdekében 2015. május 15-én megrendezzük sérült fiatalok megyei találkozóját, amelyre minden olyan megyében működő, tevékenységet végző szervezetet várunk, akik fogyatékkal élőkkel foglalkoznak. A részletes programot ismertető Felföldi Sándor kitért arra, hogy a találkozón a sérültek mellett az egészséges emberek is találhatnak érdekes programot, sőt azt is kipróbálhatják, milyen a világ kerekesszékben ülve. A sérült fiatalok által is űzhető sportoknak a bemutatására kerül sor. Gondolok itt arra, lesz pingpong bemutató, kerekesszékes kosárlabda bemutató, kerekesszékes vívás, bocsa, valamint asztali tenisz. És itt szeretném megkérni azokat a fiatalokat is, akik egészségesek, hogy jöjjenek el, próbálják ki és mozoljanak együtt, hogy a társadalmon minél érzékenyebb legyen, tehát tapasztalják meg azt, hogy a sérült fiatalok mindennapjaikban milyen nehézségeken és milyen örömökben tudnak részt venni. A sérült fiatalok megyei találkozóját május 15-én rendezik meg Gyulán. A Színszimfóniák mestere címmel nyílt kiállítás a Gyulai Várszínház Kamara Galériájában. Az érdeklődők a megnyitó után a Szarvassá Változott Fiú című film díszbemutatóján is részt vehettek, ahol jelen volt a rendező Vidnyánszky Attila. Szappanos István kiállítását nyitották meg a Várszínház Kamaratermi Galériájában, ahol egykori kollégája Turai Kamil méltatta műveit, munkásságát. A kiállító évtizedek óta meghatározó egyénisége a művészeti életnek. Felmerül a kérdés, hogy miért éppen Szappanos Istvánra esett a választás, viszont a bemutatása Közép-Magyarország, a Duna-Tisza köze festészeti, főként a látványelvű festészetnek a mestere, ottani tanítója ő, aki Bajától Pestig meghatározó személyiség. A festőművész gyakran a színszimfóniák mesterének is nevezik. Egyik volt kollégám, főiskolán kollégám volt, Turai Kamil, aki esztéta. Ő ragasztotta rám ezt a címet, hogy színszimfóniák mestere. Igazából én ezt büszkén fölvállalom, mert gyakorlatilag én a színességet szeretem, nem a tarkaságot, a színességet. A színesség azért ez egy kemény dolog, valószínű, hogy látható a tárlat anyagában, hogy én a színnek komoly szerepet szánok, atmoszféra teremtő szerepet. Én sokat járom az országot, különböző alkotótelepeket, Magyarország nagyon szép tájaira elmegyek, eljutok, és ezt a színek és formák erejével szeretném kifejezni. A Szarvassá Változott Fiú című előadásnak annak idején Gyulán volt az ősbemutatója, azóta is sikeresen játsszák a darabot. Az előadás sikere nyomán egy film készült a műből, és ennek díszbemutatóját Gyulára hozta a rendező. Szóba került 4 évvel ezelőtt, hogy jó volna rögzíteni ezt az előadást Juhász Ferenc miatt, Törőcsik Mari miatt, meg a híre miatt is. És aztán az úgy kinőtte magát, mert ez már nem az előadásnak a rögzítése pusztán, ez egy önálló alkotás, egy egész estés film, nagyjátékfilm, amelyben természetesen ott vannak az előadás elemei is, az alkotás folyamatról is szól az egész, de el is rugaszkodik az eredeti történettől. A Gyulai Várszínház kamaratermének következő programja március 9-én egy zenés színházi est lesz. A Gyulai Fényképek és Erekjék című tárlat megnyitójával kezdődött meg a tavaszi művészeti napok a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában. A kiállításon régi fotókat, cégéreket és reklámtáblákat láthatnak az otthon lakói. Dallal ki a szabadba, látni a tavaszt, meglátni a természet színpadát. És verssel nyitották meg a tavaszi művészeti napok első programját, a Gyulai Fényképek és Erekjék című kiállítást. Valami egyéni emlékeket is tudunk kelteni az önök visszagondolásaiban, múltjában, hiszen ezek olyan képek, amiket otthon is láthattunk, rokonságnál esetleg, hangulatát érezhettük. A múltat idéző tárgyak kapcsán az otthon munkatársa, Zékány Gabriella az emlékek megőrzésének a jelentőségére hívta fel a figyelmet. A tárlatot megnyitó fotográfus Veres István arról beszélt, hogy az itt látható régi emlékek ma is értéket képviselnek. Családoknak, embereknek valamilyen értéket jelentenek.
sajnos előbb-utóbb ezek padlásra, sufniba, garázsba kerülnek, és ezeket a tárgyakat gyűjti össze Durkó Károly, ami valahol megint értéket képvisel. És hát én ezt szeretném támogatni, akár gyakorlatilag, akár más téren. És hát ezért nagyon örülök, hogy ez létrejött, és részese lehettem ennek a kiállításnak. A 25 régi tárgyat fotót bemutató kiállítás eredeti apropója a Gyulai Fényképek című könyv bemutatója volt. Utána jött az az ötlet, hogy mi lenne a Veres Pista barátom részéről, hogy mi lenne, hogyha a Posta Galériában megmutatnánk régi fotókat Gyula városából, olyan személyiségeket, portrékat, csoportképeket, amelyek az elmúlt évtizedekben, az elmúlt században készültek. Így a Posta Galériában már láthatták ezeket a képeket, a gyulaiak a Románvárosi Idősek Klubjában is nagy sikert aratott, és hát örömmel teszünk eleget a következő meghívásnak itt a Szociális Otthonban. Itt is igyekeztünk egy olyan kis intim interjút kialakítani, ahol ezek a képek, illetve ezek a gyulai erekék megtekinthetőek. A több helyszínes programsorozat március 15-én zárul. Hosszú évek után hamarosan teljesen új aszfaltburkolatot kap a Dobai utca, derült ki a Városi Képviselőtestület csütörtöki ülésén. Rövid hírek következnek. A közmunkások tovább foglalkoztatásának kérdésével kezdődött a Városi Képviselőtestület soros ülése. Alt Norbert alpolgármester elmondta, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az a 233 közmunkás, akinek február 28-án lejárt a szerződése, március 16-án újra munkaviszonyba állhasson. Durkó Károly több témában is interpellált, az egyik a Kulcs és a Rákóczi utca közelében lévő járda kialakítása volt, erre azt az ígéretet kapta, hogy egy éven belül kész lesz. Szintén pozitív választ kapott a Dobai utca állapotával kapcsolatban a képviselő, itt az ivóvíz minőség javító program keretében teljesen új aszfaltot kap az út, és az esővíz elvezetőt is rendbe teszik. Durkó Károly örömtelinek nevezte, hogy sikerült létrehozni a Kohány György alapítványt. Az ülésen megállapodás született a Klebersberg intézmény fenntartó központ Békés Csabai tankerületével a fenntartó jogok megváltozása miatt. Évi minimum 1 millió forinttal támogatja a város a Békés megyei méhész egyesületet a Mézes Fesztivál megrendezésében. Balog Lajos képviselő a hőforrás üdülőnél lévő parkolókkal kapcsolatban tette fel a kérdést, hogy ez pontosan kinek a kezelésébe vagy tulajdonába tartozik, mert információi szerint itt pénzt kérnek a parkolásért. A másik téma a szelektív hulladékgyűjtőkkel volt kapcsolatban, hiszen a körzetében többször tapasztalta, hogy olyan nem odavaló dolgokat tesznek a hulladékgyűjtőkbe, mint például állati tetem vagy építési törmelék, illetve hogy milyen szankciók várhatók, ha valaki szétdobálja a szemetet a kukákból. Az eddigi vezető Jónás Elekné felmondása miatt 3 hónapra új megbízott vezetője van a Gyulai Alapellátási Intézménynek, dr. Regősné Szabó Irma személyében. Bot Tamás képviselő még januárban benyújtott egy rendeletjavaslatot a város önkormányzatának átlátható működésével kapcsolatban. Bár ezt a testület végül több módosítással elfogadta, de a beterjesztő képviselő nem. Görgényi Ernő polgármester ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a rendelet céljával mindenki egyetért, ezért is tudták ma elfogadni, ám csak olyan módon, amit törvényes és jogszerű, ezért több pontban is át kellett dolgozni a javaslatot. Elvi döntést fogadott el a testület a Gyulai Várszínház átszervezésével kapcsolatban, melynek értelmében az eddigi működési formát non-profit KFTV kívánják átalakítani, ami csak a gazdasági részt érinteni, a szakmai munkát nem. Zárt ülésen a testület a Várfürdő hitelszerződéseivel kapcsolatos módosításokat tárgyalta. A következő soros ülés március 26-án lesz. Egyéni csúcsokat értek el a Gyulai Atlétikai Klub növendékei a hétvégén Budapesten, az országos fedettpályás futóversenyen. A felkészülés egy hónappal ezelőtt Ausztriában zajlott, ahol napi szinten edzettek, hosszú távokat futottak. Süli Richard 11 éves kora óta sportol. Eleinte hobbi szinten foglalkozott a futással, majd 3 éve komolyabb szinten foglalkozik vele. Ez idő alatt egyéniben 8-szoros, csapatban pedig 2-szeres országos bajnok lett. Süli Richard jelenleg az ifjúsági világbajnokságra készül, ami Kolumbiában lesz. Edzője szerint a hétvégi idő eredménye alapján megvan az esélye a kvalifikációra. Megyeri Krisztina az országos fedettpályás futóversenyen 3000 méteren indul. Kertes István elmondta, a fiatalok kellő szorgalommal becsületesen edzettek a téli időszakban, aminek az eredménye meg is mutatkozott a hétvégén. Hozzátette, a futáshoz nem elegendő az erőnlét, hiszen a mentális felkészültség is nagyon fontos része mind a tréning, mind a versenyidőszaknak. Magyar és román rendőri vezetők egyeztettek szerdán Békéscsabán.
Polyák Zsolt, Békés megyei főkapitánysága Nagyváradi területi határrendőr felügyelőség vezetőjével, Bondar Marinnal értékelte a 2014-es együttműködést és határmenti közös járőrszolgálatot. A munkaértekezleten az aktuális migrációs helyzetből adódó feladatok is szóba kerültek. A munkaértekezlet során meghatározták az idei évre vonatkozó feladatokat és megállapodtak a közös járőrszolgálat folytatásáról. Több év után a napokban újra megrendezték a Dürer iskola báját. A szervezőket nem csak az a cél vezérelte, hogy a szórakozás mellett az intézményhez kötődő embereket összefogják, hanem az is, hogy forrásokat gyűjtsenek az iskola alapítványa számára. Az esten befolyó bevételt az iskola alapítványa a gyermekekre fordítja különböző eszközök, játékok megvásárlásával. Májusban Gyulán rendezik a kerékpáros iskola kupa országos döntőjét. A megyei rendőrfőkapitányság annak kapcsán közölte a hírt, hogy Békés Csabán befejeződött a megyei döntő. A versenyen a korábbi városi döntők győztesei vehettek részt. A fiatalok először közlekedési témájú tesztlapokat töltöttek ki, majd kerékpáros ügyességi pályán haladtak végig. Az eredmény hirdetésen Pelleg József alezredes emelte ki a versenyzők felkészültségét. Gyulán megyénket a Békés Csabai Barta Zsuzsanna és Kónya Szabolcs képviseli. A jazz műfaj kedvelői számára nyújtott színvonalas kikapcsolódást a legutóbbi kamaratermi program a Gyulai Várszínházban. A Bágyi Balázs New Quartet először járt Gyulán, a koncerten saját szerzeményeiket hallhatta a közönség, melyeket szokatlan módon a csapat névadója, a dobos komponált. Zenéjük különlegessége abban is rejlik, hogy az akusztikus hangzásra helyezik a hangsúlyt. A Quartet a koncertezés mellett a közeljövőben megjelenő saját albumán is dolgozik. Az emberek egy része a külsőségeket, mások a fogyasztást vagy a kényelmet részesítik előnyben. Az utca emberétől arra voltunk kíváncsiak, mi lenne az álmai autója. Sokan álmodoznak olyan gépkocsiról, ami nincs arányban pénztárcájuk lehetőségeivel. Ma arról kérdeztünk, milyen autót birtokolnának a legszívesebben. Álom autó, amiben kevés üzemanyag kell, ez az első számú dolog, aztán utána már lehet válogatni. Tehát lényeg a fogyasztás. Az államautó? Nekünk egy Skoda Fabiánk van, az, hogy ez nekünk nagyon államautó, mert semmi baj nincsen vele. Nem törekszünk luxus autóra. Bőven kielégít bennünket. Főleg így 65 év felett már ingyen megyünk, nem muszáj az autó se. Nekem államautóm nagyon nincs, tehát... Én nekem például egy Suzuki. Az miatt, mert keveset kell szerelni. Más álomautó nagyon nincs. Az orvoslás álljon az élet és az emberi méltóság szolgálatában, idézte Ferenc pápát a Magyar Kurír. Lapszemle következik. Csökkenhet a déli gyümölcs ára. A vásárlók körében a narancs és a mandarin számít a legnépszerűbb trópusi gyümölcsnek, írta a Gyulai Hírlap. A legnépszerűbbnek a narancs és a mandarin számít. Előbbi kilója 250-420 forintba, utóbbi 550 forintba kerül az elárusító asztaloknál. Itt az utolsó vasárnap. Jön az utolsó vasárnap, amikor még nyitva tarthat minden üzlet, írta a Csabai Mérleg. Azok a bevásárlóközpontok biztosan kinyitnak továbbra is, melyekben mozi működik. A kórházért demonstráltak. Mintegy 100 ember gyűlt össze a rendelőintézet előtt, hogy az egészségügy átszervezése ellen demonstráljon, írta az Orosz Café. A baloldalhoz kötődő szervezők politikamentes megmozdulást hirdettek, és azt kérték, mindenki álljon ki az orosházi kórházért. Élet és méltóság. Az orvoslás álljon az élet és az emberi méltóság szolgálatában, idézte Ferenc pápát a Magyar Kurír. A hasznosság elve a szolidaritás és ingyenesség helyébe lépett, még a családban is. Szombaton lassan mérséklődik az erős északkeleti szél, általában derült idő lesz. Vasárnap napos, kevésbé szeles idő mellett felmelegedés kezdődik. Szombaton és vasárnap lassan gyengül az élénk északkeleti szél. Vasárnapra gyenge, változó irányúvá válik. Általában derült, időről időre, különösen vasárnap, mérsékelten felhős idő várható, csapadék nélkül.
Csupán reggel lehet foltokban köd. A hőmérséklet szombaton az éjszakai mínusz 1 foktól 8 fokig emelkedik. Vasárnap napos, kevésbé szeles idő valószínű, kezdődő átmeneti felmelegedéssel. A hőmérséklet is erre utal, mínusz 1 és plusz 9 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Új eszköz a lánglovagoknak. Péntek délután bemutatták a gyulai tűzoltóság új emelőkosaras magasból mentő járművét. Ki mit tud is lesz? Májusban Gyulán rendezik meg a sérült fiatalok megyei találkozóját. Tárlat megnyitó és filmbemutató. A Színszimfóniák mestere címmel nyílt kiállítás a Gyulai Várszínház Kamara Galériájában. Gyulai fényképek és erekjék. Tárlat megnyitóval kezdődött a tavaszi művészeti napok a Fővárosi Önkormányzat idősek otthonában. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!